Ez a hölgy már megvette az ünnephez szükséges húsmennyiség egy részét, de érkeznek újabb vásárlók is ebbe a nyíregyházi boltba. Füstölt húsokból évente 7-8 ezer tonnát értékesítenek a kereskedők Magyarországon, ennek közel egyharmadát a húsvét ünnepekre vásárolják a fogyasztók. Változóan darabolt combot, vagy füstölt alját esetleg, füstölt darabolt combot, vagy sima combot. Ára az viszonylag nálunk elég elfogadható árban, ami a saját készítési termékről van szó. Mondjuk egy darabolt combára 2350 forint, tarja 2500 forint. A szupermarketekben ettől olcsóbban és drágábban is találhatunk sonkát. Van, ahol egy kiló füstölt hássúcsülköt már 1400 forintért is kapunk, míg egy kilogramm szeletelt, érlelt sertéstarját akár 7500 forintos kilogrammonkénti áron is kínálnak. A tavalyi hasonló időszakhoz képest idén eddig átlagosan 10-15%-kal drágultak a füstölt hústermékek. Ez befolyásolja a gyengébb forint, a takarmány és az élő sertés ára, de hatással van a végtermékre a koronavírus miatt bevezetett higiénés szabályoknak való megfelelés, az arcmaszkok és fertőtlenítőszerek vásárlása, valamint a technológiai eljárás, amelyel a hús a pultokba kerülhet. Vannak különböző technológiákkal készült sonkák, van, ami hagyományosan készült, tehát az összetevőknél csak maga az alapanyag, tehát mondjuk sertés comb és pássót tartalmaz, de vannak olyan termékek, ami ez lényegesen olcsóbban elő lehet állítani. Ezekbe különböző vízkötő, tízfokozót, meg egyéb anyagot juttatnak be. Így a sonkagyártás folyamán nem a alapanyaghoz képest jóval nagyobb tömegű késztermék keletkezik. Ellentétben egy hagyományosan készült terméknél, ahol sózzuk, füstölés után kevesebb a terméknek a mennyisége. A megfelelő és egészséges hústermék kiválasztásához érdemes néhány szempontot figyelembe venni. Most azért ugye a Covid idején kicsit óvatosabban vásárolunk, tehát kérnék, hogy ne nyúljanak hozzá a termékhez, ne tapogassák össze, esetleg, hogyha kesztyű használatot biztosított, akkor ott egy-egy termék megfogható, de ezt inkább kerüljük el ebben az időszakban. Tehát láthatóan frissnek kell lenni a terméknek, nem beszáradt szélűnek. Ha esetleg meg van vágva, akkor a meccéslapon látszik, hogy egyenletes, vörös színű. Mindenki olyan sonkát választ, amit kedvel, tehát vannak, akik a zsírosabb részeket is szeretik rajta, vannak, akik csak a tiszta vörös színhúst szeretik megvásárolni. Ez vásárlói preferencia, tehát ezt mindenki úgy dönti el, hogy szeretné. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a magyar élelmiszerkönyv ezekben is tartalmaz előírásokat, tehát 2 centiméternél nem lehet vastagabb a szalonna réteg a terméken. 10 éve rendszeresen tart húsvét előtti ellenőrzéseket a NÉBIH, amely során kifejezetten a sonkákat vizsgálják. A járványhelyzet miatt idén ez elmarad, de a korábbi évek tapasztalatai pozitívak. Kedvező változás is látszik, húsvétkor a magasabb értéket képviselő jó minőségű sonkát keresik a vásárlók.